Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora. Barbara Pace, Ellen Pace, miért hazudik a férfi, miért sír a nő? Gondolatok a férfi és a női gondolkodás különbségéről. Előadásban egy érdekes könyvről lesz szó, melynek címe Miért hazudik a férfi és miért sír a nő. Barbara és Ellen Pace pszichológiai könyve egy örök témát kutat, mégpedig a férfi és a nő közti pszichológiai különbséget. Számtalan verset, regényt ihletett a két nem eltérő viselkedése, kommunikációs stratégiája. Gondoljunk József Attila ódájára, vagy az ember tragédiájának kiváltó élményére. Mindkét nem csodálattal és kíváncsisággal kutatja az eltérő és hasonló tulajdonságokat, de végső megoldás nincs, és ez így van jól. A hatgyermekes házaspár szórakoztató és könnyed stílusban elemzi pszichológiai megfigyeléseit, amellyel a két nem közötti konfliktusok megoldására törekednek. Megállapították, hogy a férfi mindig az utolsó szó kimondására törekszik, fél a tartós kapcsolattól, neki mindig igaza van, a nő azonban állandóan beszél, és sír, ha el akar érni valamit, azaz érzelmileg zsarol. A két párkapcsolati szakértő megállapította, hogy a nő és a férfi közti különbséget az életben ősidők óta betöltött szerep és az ennek megfelelő agyi működés okozza. A nő ugyanis gyermekszülésre és a fészek védelmezésére született, még a férfi a vadász, az üldöző, védelmező és a probléma megoldó. A nő érzékeny férfira vágyik, aki ugyan kemény és férfias viselkedést tanúsít az élet minden területén, de a nő problémáira érzékenyen reagál. De mi van a zsörtölődéssel? Ennek az igének számtalan szinonimája van, a következőket ismerjük. Bosszant, zaklat, gyötör, nyaggat, veszekszik, idegesít, szekíroz, ingerel, vagy perlekedik és kínoz. A zsörtölődő szót gyakrabban használják nőkre, de mi lehet ennek a jelenségnek az oka, teszi fel a kérdést a két párkapcsolati szakértő. Az amerikai és nagybritanniai törvények a zsörtölődő nőket vízbe mártó székbe tették az elmúlt századokban. Sajnos 1809-ben még voltak ehhez hasonló büntetések, de nem vizsgálták ennek lélektani okait, pedig a jelenség értelmezésével sok szenvedéstől menthették volna meg a feleket. Mert bizony az állandó zsörtölődés általában a családban alakul ki, egymáshoz közel álló felek között. A zsörtölődő személy állandó bűntudatot akar kelteni a másikban, aki menekülhet az újság, a tévé, a számítógép mögé, sőt, emlékezett kiesést vagy sükettséget is tettethet. Ez a szekírozó módszer magában hordja a kudarcot, mert tudható előre, hogy negatív reakciókat fog kiváltani az áldozatokból. Ez a magatartás sértettséget és dühöt provokál, de még mindig nem tudjuk az okát, pedig egyszerű. Aki olyan munkát végez, ami leköti energiáját és boldoggá teszi, annak nincs ideje zsörtölődni. Ezek az emberek az életben erőtlennek érzik magukat, és nem képesek változtatni életükön. Aki erőtlen, frusztrált és rökközkötött, az próbál a párjában állandó bűntudatot ébreszteni. Pedig a könyv egyik alcíme így szól. A zsörtölődés
jaj kiáltás a megbecsülésért. A gyermekgondozási időszakot töltő édesanyák gyakran válnak ilyenné, mert felhalmozódott és állandóan ismétlődő teendőik elzárják őket a külvilági sikerektől. Pedig a megoldás nem az, hogy a férfiaktól azt várja a nő, hogy kitalálják gondolatait, hanem a megoldás az érzelmek, az elvárások nyílt kimondása, mert a férfi csak az egyértelmű kommunikációt érti. Ha a nő a zsörtölődő fél, akkor nem várhatja el a férfitől, hogy az megértse az eltitkolt érzelmeket és a szavak mögé lásson. A rossz kommunikáció, azaz a nem egyértelmű és nem elég szeretetteljes megnyilvánulás elidegenítheti a feleket, akik egyébként egymásra vannak utalva. Azok zsörtölődnek, akik elszigetelődtek és elismerésre vágynak. Az unalom vagy a lélekölő robotmunka válthatja ki ezt, de megoldható a helyzet akkor, ha az áldozat is elismeri a saját hibáját. Ugyanis az áldozatnak föl kell tenni a kérdést önmagában, figyele a másikra, megérti-e vagy megérzi-e az ő hangulatának okát. Elismeri-e a másik fél teljesítményét, segít-e a házi munkában, stb. Tehát, ha az áldozat szembenéz a saját természetével, akkor odafigyel a másikra, elismeri annak teljesítményét, és nem viselkedik úgy, hogy a zsörtölődő értéktelennek érezze magát. A könyv szerzőinek tanácsa, az ilyen állandósult konfliktus, a rossz kommunikáció eredménye, ezért meg kell beszélni a problémát. A zsarnokoskodó fél viszont ne érezze azt, hogy a főnöke vagy a szülője lenne a másiknak. Ne ismételgesse állandóan elvárásait, és javítsa az önképét, jutalmazza meg magát napi teljesítményért. Úgyis a megoldás mindenre a szeretet, az elfogadás, a türelem, önmagunk és a másik fél irányában. A könyv azt is vizsgálja, hogy a férfi miért nem kér tanácsot senkitől. Tehetségtelennek érzi magát az a férfi, aki egy nőtől tanácsot fogad el. Ezért van az, hogy a férfiak sohasem állnak meg útbaigazítást kérni, holott megtehetnék. Erre a kérdésre szó szerint így válaszol a szerzőpáros. Több mint 100 000 éven keresztül a férfiak agyuk térérzékelő részét használták a zsákmány felkutatására és a célpontok eltalálására. Ezen idő alatt elsajátították a tájékozódó képesség művészetét, megtanultak érzésből visszatalálni a csapásukhoz, így aztán vadászat közben messzire elkalandozhattak, és utána mégis hazakeveredtek. Ezért van az, hogy 3 férfiból több mint egy képes egy ablaktalan szobába lépve 90 fokos tartományon belül ráérezni és rámutatni az északi irányra, amire 5 nőből csak egy képes. A tény sajnos az, hogy az északi irány megérzését megtanulni nem lehet. Az ember vagy tudja, vagy nem. Az irányérzékelés legvalószínűbb magyarázata szerint a férfiak jobb agyféltekéjében nagyobb a vaskoncentráció is, ezért képesek megérezni a mágneses északi pólust. A férfi ugyanezzel a képességével talál vissza az üléséhez egy sportmérkőzésen, a kocsijához egy emeletes parkolóházban, és leli meg az utat valahová, ahol életében csak egyszer járt. A fészekőrző nőstények egyedül nem merészkedtek a horizonton túlra, ezért a tereptárgyak alapján tanultak meg tájékozódni, és sohasem volt szükségük irányérzékre, így nem is került bele az úgynevezett munkaköri leírásokba. Ha láttak egy fát, egy tavat, vagy egy hegyet, eltájékozódtak a környéken, és haza is találtak. Ez ahhoz is megadja a kulcsot, hogy hogyan kell egy férfinak útbaigazítania egy nőt. Ha azt mondja neki, hogy menjen addig az útig, ahol egy hatalmas tölgyfa áll, aztán vegye az irányt a tóparton álló Nemzeti Bank melletti rózsaszín épület felé, minden bizonnyal el is éri úti célját. Ha viszont azt mondja, hogy a nyugati leágazás 3. kijáratánál térjen le a 23-as autópályáról, utána hajtson 5 kilométert északnak, valószínűleg lemegy a térképről. A férfiak nem tévednek el, pusztán
alternatív úti célokat fedeznek fel. Egy férfi számára annak elismerése, hogy eltévedt, egyben annak az elismerése is, hogy kudarcot vallott első számú képességével, a tájékozódással. Ez a társalgási stílusban írt pszichológiai könyv azt is elemzi, hogy miért olyan fontos a humor a férfiak életében. Háromféle célt szolgál a férfiaknál a vicc. 1. Repertoárjával a többi férfival szemben előnyt szerezzen. 2. Hogy képes legyen kezelni a tragikus élményeket. 3. Hogy elismerje az igazságot. A nevetésnek is ősi gyökerei vannak. Először is a veszélyt jelzik vele, még a csimpánzok is, főleg ha elmúlt. A gyermek is, hogyha vége van a veszélyes helyzetnek. A férfiak a logikusan felépített vicceken nevetnek inkább, aminek kimenetele meglepetésszerű. Ők a jobb agyféltekét stimuláló sztorikat szeretik, míg a nők a bal agyféltekéjét. A férfi agy képes hihetetlen mennyiségű viccet eltárolni. Ugyanakkor arra is használják a humort, hogy elrejtsék megrendülésüket a tragikus események kapcsán. Így nem látszik gyöngeségük. Ezért van sokszor egy-egy halotti tor után meglepően vidám hangulat, hiszen a sírás és nevetés pszichológiai és fiziológiai szempontból nagyon hasonló. Ráadásul endorfint szabadít fel a nevetés, amit a szervezetünk érzéstelenítésre használ. A nőknek írt jó tanács, a férfi hibáját ne vegyük észre, a jóért jutalmazzuk. A nők viszont helyzetüknél fogva ravasságra és fortélyokra, érzelmi zsarolásra kényszerülnek a kommunikációjukban, mert évszázadok óta nem ők diktálnak. A férfiak tévedésére nem illik rátapintani. Márai Sándor így ír a nőkről. A nők sokáig azt hiszik, hogy a testükről van szó. Mikor öregedni kezdenek, felsikoltanak.
A dögönyözőnőt hívatják, majd a sebészhez és a fodrászhoz sietnek, gyertyát gyújtanak a templomban, elutaznak Lódba, új ruhákat csináltatnak, és lefekvés előtt hosszan dörzsölik arcbőrüket zsíros kenőcsökkel. Időbe telik, amíg gyanítani kezdik, hogy mégsem a testükről volt szó, hanem a szolgálatról, ami szerepük volt a világban. Ilyenkor elcsendesednek. Riadtan néznek a levegőbe, kevesebbet fintorognak, és nem kérdik idegen férfiaktól, olvasta az új Huxleyt, hanem hallgatnak, fiókokat rendeznek. Az öregedést úgy figyelik, mint a tudósok egy újfajta betegséget. Sok nőt megszeretnek ilyenkor a férfiak. Márai Sándor, köszönet a nőknek. Részlet. Köszönet neked, aki megszültél, és neked, aki a feleségem voltál. És neked te harmadik, tizedik, ezredik, aki adtál egy mosolyt, gyöngétséget, egy meleg pillantást az utcán elmenőben. Vigasztaltál, mikor magányos voltam. Elringadtál, mikor a haláltól féltem. Köszönet neked, mert szőke voltál, és neked, mert fehér voltál. És neked, mert a kezed szép volt, és neked, mert ostoba és jó voltál. És neked, mert okos és jókedvű voltál. És neked, mert türelmes és nagylelkű voltál, és neked, mert betakartad hajaddal az arcomat, mikor megbuktam és rejtőzni akartam a világ elől. S neked, mert tested meleget adott testemnek, mikor fáztam az élet magányában. És neked, mert gyermeket szültél nekem, és neked, mert lefogod majd puha ujjakkal a szemem. És neked, mert kenyeret és bort adtál, mikor éhes és szomjas voltam. Köszönet a nőknek. Köszönet. Érdekességképpen megjegyezhetjük, hogy a nők tollából kevés ilyen férfit dicsérő vers látott napvilágot. Talán ez is a helyzetükből és gondolkodásuk különbözőségéből adódik. József Attila, Óda. Itt ülök csillámló sziklafalon. Az ifjú nyár könnyű szellője, mint egy kedves vacsora melege, száll. Szoktatom szívemet a csendhez, nem oly nehéz. Ide sereglik, ami tova tűnt, a fej lehajlik és lecsüng a kéz. Nézem a hegyek sörényét, homlokot fényét villantja minden levél. Az úton senki, senki. Látom, hogy meglebenti szoknyád a szél. És a törékeny lombok alatt látom előre biccenni hajad. Megrezzenni lágy emlőidet, és amint elfut a színvapatak, ím újra látom, hogy fakad a kerek fehér köveken, fogaidon a tündérnevetés. Ó, mennyire szeretlek téged!
ki szóra bírtad egyaránt a szív legmélyebb üregeiben cseleit szövő fondor magányt, s a mindenséget. Ki, mint vízesés, önnön robajától elválsz tőlem, és halkan futsz tova, míg én, életem csúcsai közt a távol közelében, zengem, sikoltom, verődve földön és égbolton, hogy szeretlek, te édes mostoha. Szeretlek, mint anyját a gyermek, mint mélyüket a hallgatag vermek, szeretlek, mint a fényt a termek, mint lángot a lélek, test a nyugalmat. Szeretlek, mint élni szeretnek halandók, amíg meg nem halnak. Minden mosolyod, mozdulatod, szavad őrzöm, mint hulló tárgyakat a föld. Elmémbe, mint a fénybe a savak, ösztöneimmel belemartalak, te kedves szép alak. Lényed ott minden lényeget kitölt. A pillanatok zörögve elvonulnak, de te némán ülsz fülemben. Csillagok gyúlnak és lehulnak, de te megálltál szememben. Ízed, miként a barlangban a csend, számban kihűl veleng, s a vizes poháron kezed, rajta a finom erezet, fölföldereng. Ó, hát miféle anyag vagyok én, hogy pillantásod meccés alakít, miféle lélek és miféle fény, s ámulatra méltó tünemény, hogy bejárhatom a semmiség ködén termékeny tested lankástájait. S mint megnyílt értelembe az ige, alászállhatok rejtelmeibe. Virköreid, miként a rózsabokrok, reszketnek szüntelen, viszik az örök áramot, hogy orcádon nyíljon ki a szerelem, s méhednek áldott gyümölcse legyen. Gyomrod érzékeny talaját a sok-sok gyökerecske át meg át hímezi, finom fonalát csomóba szőve, bontva bogját, hogy ne dőíts sejtje gyűjtse sok raját, s lombos tüdőt szép cserjéi, saját dicsőségüket sosogják. Az örök anyag boldogan halad benned a belek alagútjain, és gazdag életet nyer a salak a buzgóveség forró kútjain. Hullámzó dombok emelkednek, csillagképek rezegnek benned. Tavak mozdulnak, munkálnak gyárak, sürög millió élő állat, bogár, hínár, a kegyetlenség és a jóság. Napsüt. Homályló északi fényborong. Tartalmaidban ott bolyong az öntudatlan, örökké valóság. Mint alvat vérdarabok, úgy hullnak eléd ezek a szavak. A lét dadog, csak a törvény a tiszta beszéd. De szorgos szerveim, kik újjá szülnek napról napra, már fölkészülnek, hogy elnémuljanak. De addig mind kiállt, kit 2000 millió embernek sokaságából kiszemelnek, te egyetlen, te lágy bölcső, erős sír, eleven ágy, fogadj magadba. Milyen magas e hajnali ég, seregek csillognak érceiben, bántja szemem a nagy fényesség, el vagyok veszve, azt hiszem. Hallom, amint fölöttem csattog, ver a szívem. Mellékdal. Visszavonat megyek utánad. Talán ma még meg is talállak. Talán kihűl-e lángoló arc, talán csendesen meg is szólalsz. Csobog a langyos víz, fürödj meg. Íme a kendő, törülköz meg. Sül a hús, enyhítse étvágyad. Ahol én fekszem, az az ágyad.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt. Adásunkat meghallgathatják és letölthetik a szentistvánrádió.hu letöltések oldalán.